Augusztus óta már hadnagyi rangban szolgál a Magyar Honvédségnél, azon belül is a sportszázadban. Siklósi Gergely olimpiai bajnok párbajtőrvívó 7 év után tehát nem csak a páston vitézkedik. Olimpiai bajnok Párizsban, olimpiai ezüstérmes Tokióban. Siklósi Gergely párbajtőrvívóról azonban kevesen tudják, hogy már több mint 7 éve a Magyar Honvédség sportszázadának tagja. Én már 2017-ben csatlakoztam, még a nagyobb eredményeim előtt a sportszázadhoz és a Magyar Honvédséghez ezáltal, és az alapkiképzés elvégzése előtt is voltak jó eredményeim, de igazán a nagy eredmények az alapkiképzés után jöttek, és ez szerintem közrejátszott az életemben, meg az eredményeimben, hogy én elvégeztem az alapkiképzést, és katonaként is tevékenykedem. Katonaság, vívás. Mindkettő egy egész embert kívánna, de Gergő láthatóan mind a kettőt élvezi, és össze is tudja hangolni. Én azt gondolom, hogy relatíve könnyű igazából a honvédségnél. Mi a honvédelmi nevelés, katonai toborzásban veszünk részt, jellemzően hétvégente, és hétköznap pedig az edzéseket rakjuk össze. Így együtt a kettő tud működni, szerintem időben is kiadja, illetve mind a kettőhöz felelősségteljes hozzáállás kell, és szigor, tehát hogy azért én nagyon szeretem azt a hierarchikus rendszert, hogy azért az idősebbekre, meg a magasabb rendfokozatúakra hallgatunk. Ez nálunk a csapatban is, mivel csapatban lettünk olimpiai bajnokok, ez is megvolt, és nagyon sok a hasonlóság a kettő között. Gergő a katonaságot szülői és nagyszülői hatásra már kiskorában megszerette, így nem volt kétség számára, hogy ő is egyenruhába bújik majd, amint azt megteheti. Apukám, nagybátyám, nagypapám szintén sorkatonai szolgálatot teljesített, és jó élményekkel számoltak be róla, jó kapcsolatokat létesítettek ez alatt, és azt gondoltam, hogy szívesen kipróbálom magam katonaként is. És ha már megtetszett a katonaság, korábban a tokiói olimpia után már Gergő tartott külön testnevelés órát a leendő kiskatonáknak. Nagyon tetszett összességében az egész óra, nagyon fegyelmezett volt a társaság, szerintem az egész a sorverseny is jó volt, tisztelettudóak voltak, szóval egy nagyon pozitív élmény volt nekem is. Azért voltam velük egyébként határozott, mert éreztem, hogy nem engedheted el őket, hogy egy ilyen kicsit ilyen fesztelenebb, komolytalanabb foglalkozás legyen, hanem egy órát szerettek volna, hogy együtt mozogjunk, és hogy egy tök jó tesi óránk legyen, és ez történt. Egy nagyon jó élmény volt szerintem nekik is, meg nekem is. Na de vissza a jelenbe. A párizsi olimpiai aranyérem és a diploma után Gergő már elő is lépett a katonai ranglétrán. 7 évig őrmesteri rendfokozatban szolgáltam, és 7 év után a diplomám és az olimpiai arany, illetve ezüstérmem okán hadnagyi rendfokozatba léptem elő, és én ennek nagyon örülök, tiszti belépő rendfokozat, és büszkén viselem az aranycsillagot. És ezt a hadnagyi előléptetést nem mástól, mint a honvédelmi minisztertől vehette át a párizsi olimpia után. Nagyon örültem, amikor a nagyon sikeres olimpiáról hazaérkezőknek közül azoknak, akik egyenruhások egyébként, vagy tartalékosok, vagy pedig a sportszázad tagja, egy fogadást adhattam, amely alkalmával Siklósi Gergőt ott helyben előléptettük hadnaggyá, mert egyébként kvalifikálódott rá, és ezek valóban nagyon megindító pillanatok, hogy egyrészt ilyen sikeresek vagyunk a sportban, másrészt, hogy ilyen sok katona van közöttük. Aranycsillag vagy aranyérem? Nagy kérdés, hogy össze lehet-e hasonlítani a kettőt? Más jelentősége van mind a kettőnek, már az, hogy a családban én vagyok a legmagasabb rendfokozatú, meg az olimpiai érmes, mind a kettő azért egy nagyon szép helyet foglal a szívemben, és büszkén viselem mind a kettőt. Egyéni olimpiai ezüstérme már van Gergőnek, így 2028-ra is megvan a motiváció. Úgy érzem, nekem mindig egyértelmű, hogy az első olimpián sikerült egy ezüstérmet hoznom, akkor aranyérem volt a cél most Párizsban, de most már, mivel csapatban van aranyérem, és ez egyéniben ezüst, ezért a következő olimpián az egyéni arany a cél, és a csapat arany, tehát két éremért fogok remélhetően utazni Los Angelesbe, először kvalifikálni kell addig, meg van azért 4 év, tehát sok munkánk van addig.
Mi pedig szurkolunk, hogy az az ezüst arannyá változzon 4 év múlva.